A tavalyi év egy nagyon nehéz év volt, de időben hozta meg a város azokat a takarékossági intézkedéseket, amik feltétlenül szükségesek voltak, fogalmazta meg Tamási város polgármestere. A Tolna megyei város 2023-ban 5,7 milliárd forintból gazdálkodik majd, ahogy a település vezető fogalmazott, óvatos optimizmusra ad okot Tamási jelenlegi költségvetése. Ennek a korábban meghozott takarékossági intézkedések, az energetikai fejlesztések és a helyi iparűzési adó vártnál kedvezőbb alakulása az oka. A tavalyi év megtanított minket arra, hogy bármi előfordulhat, tehát óvatosan fogunk költekezni. A beruházásra idén kevesebb jut. Igazából a lakosság által befizetett kommunális adót fogjuk járda és útépítésre fordítani, mint ahogy a korábbi években is. Ez egy 27 millió forintos összeg, és egy 30 millió forintos széltartalékot tettünk félre, korábbi évekhez hasonlóan, pályázati önrészekhez, illetve a projektek olyan költségeihez, ami nem elszámolható, de feltétlenül szükséges a megvalósításhoz. A legfontosabb cél továbbra is az önkormányzat, az önkormányzati intézmények, a városüzemeltetés zavartalan működtetése és a kötelező feladatok ellátása. A város bejegyzett civil és sportszervezetei idén is pályázhatnak a működésükhöz önkormányzati támogatásra. Ugyanarra a támogatási összegre számíthatnak, mint az elmúlt évben. Nem csökkentettük, de az idei évben növelni sem tudjuk a keretet, viszont a meglévő mintegy 12 millió forintos összegre a civil szervezetek és a sportegyesületek számíthatnak, illetve pályázhatnak. A 2023-as a tervezés előkészítés éve lesz Tamási életében.